Ebben a kísérletben a glükóz redukáló tulajdonságát fogjuk bizonyítani kétféle módon, először ezüstükör próbával, majd Fehling reakcióval. Az első kémcsőbe ezüstnitrát oldatot öntök. Addig csepegtetek hozzá ammónia oldatot, míg a kezdetben leváló barna színű csapadék feloldódik. Az ammónia oldat egyébként a lúgos kémhatás miatt fontos, nekünk most nem is keletkezett barna színű csapadék, de most már kezd. Összerázom a kémcső tartalmát, és fel fog oldódni a kezdetben leváló barna ezüstoxid csapadék. Ezután glükóz, azaz szőlőcukrot adok a kémcsőben lévő folyadékhoz. És óvatosan elkezdem melegíteni a kémcső tartalmát. A melegítésnél mindig legyünk nagyon óvatosak. Ha osztályteremben végezzünk, akkor a kémcső száját ne tartsuk a társunk ruhája irányába. Nagyon óvatosan kell melegíteni. Már látszik is a kiváló ezüst, keletkező ezüst, és ezek az ezüstatomok fognak majd leválni a kémcső falára, ahogy kezd hűlni, és ezért is van szükség arra, hogy nagyon óvatosan melegítsünk, ez a túl gyors melegítés hatására nem lesznek képesek az ezüstatomok egybefüggő réteget létrehozni a kémcső falán. És már is látszik az ezüst bevonat a kémcső falán. És ha hagyjuk állni a kémcsövet, akkor valószínűleg további bevonat is létrejön, és egyre nagyobb bevonat keletkezik a kémcső belső felületére. Ezután a Fehling reakciót fogjuk végrehajtani, ugyancsak a glükóz redukáló tulajdonságának szemléltetésével. A kémcsőbe Fehling egy oldatot töltök. A Fehling egy oldat nem más, tulajdonképpen részulfát oldalt, majd ehhez Fehling kettő oldatot öntök, óvatosan. Látszik, hogy kezdetben kék színű csapadék keletkezik. A részhidroxid csapadék, ami ilyen gyönyörű, sötétkék színnel oldódik, ez pedig azért van, mert hogy közben a résznek tartalát komplexe jön létre. Most adjunk ehhez a kémcsőhöz glükózt, majd kezdjük el újra melegíteni a kémcső tartalmát. Egy vegyszeres kanálnyi glükózt rakok a kémcsőbe, és újra nagyon-nagyon óvatosan elkezdem melegíteni a kémcsőben
lévő folyadékot. Célszerű most is nagyon óvatosan, lassan végezni a melegítést, hisz úgy lehet látni nagyon szépen, hogy milyen színváltozások történnek a kémcső belsejében. Mert látszik, hogy az oldat először ilyen zöldes színűvé változik, és már lehet látni, hogy ez a zöldes szín megy át, itt például gyönyörűen a rendkívül sokféle szín láthatóvá válik. Kivettem a kémcsőfogokból, mert akkor könnyebben lehet összerázni a kémcsőben lévő folyadékot, hogy minél jobban lássuk, hogy milyen sokféle szín keletkezik ebben a reakcióban. És újra melegítem. Látszik, hogy a zöld után egy sárgás színű csapadék jön létre. És felül már látszik, hogy egy vörös színű csapadék keletkezik a féling reakció során, ami a réz egy oxidtól van. És mit összerázom? És látszik vörös színű csapadék. Még egy kicsit melegítem. Itt látszik. Vörös rézoxid csapadék színe. És akkor vessünk pár pillantást az ezüsttükör próbás kémcsövünkre. Látszik a kémcső falán kiváló ezüst bevonat. Vagyis elmondhatjuk, hogy a glükóz valóban redukáló tulajdonságú, adja az ezüsttükör próbát és a féling reakciót is. Lássuk a kísérlet magyarázatát. A glükóz gyűrűs formában fordul elő a természetben, vizes oldalon azonban felnyílik a gyűrűje, és megjelenik a formilcsoport. A formilcsoport az aldehidekre jellemző funkciós csoport, és ugyanúgy, mint az aldehidek, ugye a glükóz is adja az ezüsttükör próbát, és a reakció során a glükózból egy karbonsav keletkezik, míg az ezüstionok pedig ezüstatomokká redukálódnak. Láthattuk, hogy a glükóz adja a féling reakciót is. Vizes oldalban jelen van a glükóznak a nyílt láncú formája, mivel formilcsoportot tartalmaz, ezért aldehid, a réz 2 ionokat réz 1 ionokká, réz 1 hidroxiddá alakítja át, tehát réz 1 hidroxid sárga csapadék keletkezik a reakcióban, utána ez a réz 1 hidroxid sárga csapadék réz 1 oxiddá fog átalakulni, ami vörös csapadékként jelenik meg a kémcsőben.